jelenségnek, tüneménynek, tündérnek a születésének 99. évfordulóján. Részben azért vagyunk itt, hogy megemlékezzünk róla, és nagyon örülök, hogy egy olyan intim körben vagyunk, olyanok is közöttünk vannak, akik jól ismerték Fischer Andit, együtt játszottak Fischer Andival, és részesültek abból a csodából, amiből sajnos ma már kevesen részesülnek. Nagyon örülök, hogy mindez a Zeneakadémián zajlik itt a Ligeti György épületben, hiszen a Zeneakadémia oly sok szállal kapcsolódik Fischer Annihoz, illetve Fischer Anni a Zeneakadémiához, hogy azt mondhatnám, mintha tanárunk lett volna. Ugye hivatalosan nem tanított, de a Zeneakadémia tiszteletbeli tanára is volt. Talán ez is indokolja, hogy én most itt állok önök előtt, és a Zeneakadémia nevében is megemlékezünk Fischer Anniról. Ma reggel úgy kezdtem a napot egyébként, hogy föltettem az egyik Beethoven felvételt, az Opus 110-es Ázdur szonátának a felvételét, és valami olyan hihetetlen élményben volt újra nézve, de az emberből ezek a nagy élmények olyan emlékképekként bennünk élnek, csak amikor újra és újra meghallgatja, akkor izzik fel ismét az élmény. Tehát az a beszédes zongorajáték, az a poézis, ami jellemző volt, az a billentés kultúra, az akkordoknak és a dallamnak az aránya, ahogy a fúgát elkezdi, ahogy a fúga tükörfordítását elkezdi, ahogy azt a lassú tételt megformálja. Hát ezek valóban olyan dolgok, amik egészen fantasztikusak. És emlékszem, hogy Vásári Tamás, akit egyébként szeretettel köszöntök, hiszen ő lesz az egyik főszereplője ennek a mai délutánnak, ő is írta valamelyik kis szemléten is, hogy fölhívta Fischer Andit, megérezte, hogy az Opus 110-es szonátát veszik föl a Hungarotokban, az utolsó Beethoven szonátát a sorozatból. Úgyhogy tényleg csak a meghatottság hangján tud az ember beszélni róla. Annyit még szeretnék előjáróban is elmondani, hogy tudjuk és nagyon köszönjük, hogy az Opus Társaskör 2004 óta otthont adott ezeknek a Fischer Andi születésnapoknak. Mi most ugye nem akarjuk elvenni az Óbudai Társaskörnek a kenyerét, de azt gondolom, hogy egy olyan jelentős év következik, a születésének 100. éve, és jövőre ilyenkor a 100. évforduló. Annyi mindent szeretnénk csinálni ez alatt az év alatt, hogy talán azzal, hogy most ez a Zeneakadémia égisze alatt zajlik, ez a kis megemlékezés, nagyobb nyomatékot tudunk adni, hogy volt egy Fischer Andink, és ezzel a Fischer Andi örökséggel mi szeretnénk valamit kezdeni. Hangulati bevezetésnek kérem szépen, hogy tekintsenek meg egy film, illetve dokumentum összeállítás, és ennek a különleges érdekessége lesz, hogy bizonyos részeiben a filmnek egy, hogy mondjam, alkalmi mozi zongorista fog közreműködni, Vásári Tamás, aki különböző darabokat játszik a film alatt, és hát ezzel is a jelennel próbálunk visszaemlékezni a múltra.